A zöldövezet partnerei: Baki Agrocentrum, Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, Léer Zala Kft., Misi Horgászbolt, Tógazda Halbolt, Zala megyei vadászkamara. Önök a Zöldövezet márciusi kiadását látják. Jó napot kívánok! Ha műsorunk tudomást szerez arról, hogy a gyerekeket, főleg a legapróbbakat a természet és a környezet szeretetére nevelik, szinte biztos, hogy oda egy-két riport erejéig bekéretőzünk. Legutóbb ezért jártunk a zalaegerszegi Bandicica óvodában, ahol a kicsik a nevelés részeként a kertészkedés néhány fortéját igyekeznek elsajátítani. A gyerekeket tapasztalati úton neveljük, és ezek között nyilván legelőször a helyünket a környezetünkben, helyünket a világban szeretnénk meghatározni. Ilyenkor milyen teendőik vannak a gyerekeknek itt a kertben, és milyen teendőik vannak az óvónőknek? Igazából egész éves a program, még akkor is, hogyha télen egy kicsit az udvaron már kevesebbet tudunk lenni. Ilyenkor bent csiráztatunk, most februárban megvásároltuk a vetőgokat, és várjuk a tavaszt, most már jön a veteményezés. Ezekben a dobozokban mi van? Minden gyereknek külön névvel, jellel ellátott kis doboza van, és ezért ő felel. Ezt ő neki kell gondozni egész éven át, egészen a föld megmunkálásától a betakarmányozásig. A szülők részéről van-e visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a gyerekek otthon a kiskertben segítenek-e vagy sem, és ha segítenek, akkor mennyire hasznos ez a segítség? Nagyon sok visszajelzést kapunk, szinte napi szinten. Minden nap mutatják a gyerekek a szülőknek, nagyszülőknek, hogy na most megint nőtt pár centit, na most ezen megjelent egy paradicsom, na az most már pirosodik. Igazából azt gondolom, hogy sok kisgyerek ennek hatására otthon is kérte, hogy legyen egy elkülönített kis kertje. Nagyon díjazom ezt a lépését az óvodának, meglehetősen kreatívak minden téren, és a gyerekeket is megtanítják arra, amit mi annó megtanultunk a nagyszüleinktől, de most már a nagyszülők ugye nagyrészt városiak, és fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtanulják, hogy mi a zöldség, mi a gyümölcs, mit, hogyan kell művelni, már a területre gondolok, ez eltérő kultúrájú növényeket hogyan tudják ápolni, és mind hozzájárul ez ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő mezőgazdasági ismeretekkel rendelkezzenek, már most előnyben részesítve ugye a haszonnövényeket. Emellett persze a gyomnövényeket is megismerik, hiszen elengedhetetlen az is, hogy a kertet ápolják, és a gyomnövényeket kigyomlálják a területből. Itt azért lesz termés is, gondolom. Mi történik a terméssel? Mindent feldolgozunk, például az itt termelt hagymát, mikor mentünk almaszedésre, akkor a bográcsba megfőztük, aztán a paradicsomot lepasszíroztuk, a gyümölcsöket, amik a kertbe teremnek, azokat aszaltuk, tehát igazándiból mindennek meglett a helye. A fűszer növényeket leszárítottuk, mindegyiket külön eltartósítottuk. Rendkívül örültem a kezdeményezésnek, hiszen így a kislányom láthatja, hogy a csírából hogy lesz zöldség, majd a zöldségből hogy kerül az asztalra az étel, illetve különös öröm számunkra, hiszen társasházban lakunk, így megtapasztalatja nap mint nap, esténként, délutánonként, amikor hazamegyünk az óvodából, akkor megnézzük, hogy mennyit nőtt a kis paprika, vagy egyéb veteményes, illetve fontosnak tartom azt is, hogy valamiért felelősséget vállaljon a gyermekem, és lássa azt, hogy ez az ő mindennapi munkájához, rutinjához hozzátartozik, és gondozza, ápolja a zöldségeket. Az óvodai hálózatot nyilvánvalóan ön ismeri jól. Mennyiben példaértékű mindaz, ami itt történik ebben az óvodában? Hát remélem, hogy példaértékű. A gyerekek nagyon szeretik, a szülők meg vannak elegedve, mi pedig imádjuk csinálni.
Az óvodákban általában nem, itt viszont bevállalták a környezeti nevelést, illetve a természetszeretetre való nevelést. Ön szülőként miképpen vélekedik erről? Szerintem ez egy óriási ötlet volt az óvoda szempontjából, hiszen a gyerekeket nem csak egy rendszerességre neveli, minden nap, amikor itt elkezdődik a munka a kiskertjükbe, minden nap jönnek, gondozzák a növényeket, egészen a csírázás folyamatától kezdve nyomon követhetik a kis növények fejlődését, a növényeken láthatják a termést, tehát össze tudják kötni magával a növénnyel azt, hogy azon éppen milyen termés jelenik meg, tudják, hogy a paradicsom miből nő ki, milyen a saláta, milyen a káposzta, nagyon sokan összekeverik ugye ezeket, meg nagyon sok gyerek ezt nem is ismeri, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy családi házban, vagy éppen olyan nagyszülőknél nőjön föl, vagy töltse az idejét, ahol ezekkel lehetősége van megismerkedni, hanem bent él, panellakásban, igazából nem is tudják, hogy mi ez. Itt lehetőségük van mindezt megismerni, mindezt nyomon követni, és én részemről ezt nagyon-nagyon jó dolognak tartom az óvoda szempontjából, hogy ezt biztosítják a gyerekeknek, és ezáltal a természetet egy kicsit közelebb hozzák az otthonukba. Azt említette, hogy amíg kint rossz idő van, addig bent is bőven akad tennivaló. Én azt kérném, hogy menjünk be, és nézzük meg, hogy melyik ezek a tennivalók. Milyen munka zajlik itt télen? Igen, ahogyan október-novemberben a kinti időjárás már nem teszi lehetővé a kis kertművelést, akkor az ünnepek elmúltával januártól itt elindul a nagy munka. Elkezdünk csíráztatni, elkezdünk babot, borsót rakni először a kis dobozok aljára, a vizes vattába, megnézzük, hogy a kis gyökérkezdemény, kis növényke hogyan kezd el fejlődni, aztán ezek földbe kerülnek, figyeljük a növekedésüket, és majd kikerülnek a kertecskénkbe. Ezek a kis joghurtos poharakat újra hasznosítva kis cserepeknek, ezekbe pedig fűmagot ültettünk. Ezekre vannak a gyerekeknek az arcképei kinyomtatva és felragasztva, és akkor ez a régi kis fűbenő játék mintájára ők is hajat növesztenek maguknak, és akkor lehetne ezt rövidre vágni, lehet ezt hosszra hagyni, még akár masnikát is lehet beletenni, tehát a gyereknek a kénye kedve szerint nagyon szeretik, minden nap nézik, ápolgatják, sajátjuknak érzik, egymást felismerik, jókat kacagnak rajta. Ugye ez mindenképpen egy a növények szeretetének, illetve hát egy kicsit a kerti munkáknak is a megszeretetése nagyon-nagyon játékos formában. Mit segítesz otthon a szüleidnek? Szoktam ültetni, szedni. Franciska, nektek is van kertetek? Igen. És te mit segítesz a kertészkedésben? Nekem van a maminál eper, szeder, mállam, otthon van napraforgó madarak, potyogat meg málla, eper, van szilvafa, van almafa. A növények egyik sajátossága az, hogy bizony nem mindegyik irul-virul van, amelyik nem sikerül. Ilyenkor elpottyan-e egy-két könycsepp? Hát mindegyikből azért rakunk bőven, úgyhogy azért szépen ki szoktak kelni. Mi könycsepp nem volt, mindig valahogyan megpróbáljuk megoldani, hogy a sikerélmény az ne maradjon el, hiszen nagyon fontos. Szinte hetente, mondhatni futószalagon jelennek meg a pályázati felhívások az új vidékfejlesztési program részeként, melyek mindegyike az agrárium szereplőinek boldogulását hivatott segíteni. A következőkben szó lesz a terület alapú támogatásokról is, annak okán, hogy időszerűvé vált az új kérelmek beadása. Ezzel kapcsolatban egyébként az MVH már megkezdte a felkészülést, s ha már az MVH-nál jártunk, rákérdeztünk arra is, hogy állnak az előző évi kifizetések. Egy évvel korábban erre egyszerűbben tudtam volna válaszolni, hiszen a terület alapú támogatási rendszer is lényegesen egyszerű volt. Most, ahogy a kedves ügyfelek is tapasztalhatták, illetve hogy azt már az MVH is többször több fórumon jelezte, jóval bonyolultabb rendszerrel találtuk szembe magunkat. Ennek megfelelően a kifizetések állásáról is egy kicsit részleteiben több komponensre megmondva tudok beszámolni. Ugye korábban volt egy nagy terület alapú támogatás, ez most gyakorlatilag három részre tagolódott.
Beszélünk egy alaptámogatásról, egy kiegészítő zöldítési komponensről, és egy kistermelői, úgymond általány támogatásról. Az alaptámogatás az mintegy 46 ezer forint hektáronkénti összeg. Ezt az összeget ügyfeleink mintegy 97%-ának már folyósítottuk, és ennek a 46 ezer forintnak mintegy 95%-át kapták eddig meg előleg vagy részfizetésként. Azok, akik vagy túligényléssel érintettek, vagy jogszerű földhasználatvizsgálat alatt vannak, vagy valamilyen adategyeztetésre volt szükség, ők még vagy nem annyit kaptak, de reményeink szerint március végéig ők is hozzájutnak a jogos pénzükhöz. A zöldítési komponens összegszerűen mennyit jelent? Összegszerűen mintegy 25 ezer forint hektáronkénti összegről beszélünk. Ennek mintegy 93%-át, tehát 23 ezer forint hektáronkénti összeget kaptak meg a gazdálkodók. Zala megyében az országos kifizetési aránynál jobb a helyzet, itt mintegy 85%-a ügyfeleinknek már megkapta a zöldítési támogatását is. Maradjunk még egy gondolat erejéig az elmúlt évnél. Tavaly decemberben ugye lejárt a határideje az agrárkörnyezet gazdálkodási pályázatoknak. A pályázók döntésre várnak, és még nincs döntés. Az MVH mire vár? Valóban december végével zárultak a pályázati beadások, így januárban tudtuk elkezdeni a feldolgozást. Március végéig az MVH befejezi az ügyintézést és átadja a miniszterelnökség részére döntéshozatalra az eredményeket. Remélhetőleg április első napjaiban az irányító hatóság meghozza a döntését, és az egységes kérelem beadásig ügyfeleink kézhez kaphatják támogatási döntéseiket. Vegyük sorba, legalábbis említsünk meg néhányat azok közül, amelyek az új vidékfejlesztési program támogatott területei. Igen, ahogy azt tapasztalhatják kedves ügyfeleink is, gyakorlatilag futószalagon jelennek meg a vidékfejlesztési program új pályázati felhívásai. Elsősorban a munkaerőigényes ágazatoknak a pályázati felhívásai jelentek meg, gondolok itt a kertészetre, az állattenyésztési ágazatra, az öntözés, vízgazdálkodásra. Kertészet jogcímén például 4 pályázati felhívás is megjelent. Ha már a támogatásokról beszélünk, akkor beszéljünk a keretösszegekről is. A legkisebb keretösszeggel a gyógy- és fűszernövénytermesztés pályázati felhívás jelent meg, ez 3 milliárdos keretösszeggel, a legnagyobb pedig az üveg- és fóliaházak létesítése, ez pedig 22,5 milliárdos, ugyanúgy, mint ahogy a gombaházak, hűtőházak létrehozására meglévő kiírás is, ez is 22 milliárddal jelent meg. Amíg itt az összegeket említette, arra gondoltam, hogy ezek mintha kevesebbek lennének, mint tavaly voltak. Valóban összegszerűen tényleg kevesebb támogatási összegről beszélhetünk, ugyanakkor nem szabad az előző támogatási időszak kifizetéséhez hasonlítani a mostani rendszert, hiszen, ahogy azt már az elején is említettem, a közös agrárpolitika támogatás rendszere igénylése bonyolultabbá vált, és sok változáson ment keresztül, amihez mind az ügyfeleknek, mind a végrehajtási rendszernek fel kellett készülnie. Emiatt azt is tudom mondani, hogy a gazdálkodóknak gyakorlatilag most hozzá kell szokniuk ehhez az új ütemezéshez, tehát a jövőben a területalapú támogatási kifizetéseiket a jelenlegihez hasonlóan több lépcsőben előleg részfizetés, végkifizetés során fogják majd megkapni. Beszélgetésünk elején említette, hogy a kifizetések vonatkozásában az MVH-nak jó néhány változással kellett szembenéznie. Ez jelenti-e azt, hogy esetlegesen idén a gazdálkodóknak, az igénylőknek valamiféle plusz adminisztrációs teher jelentkezik? Semmiképpen nem jelentheti azt. Gyakorlatilag a folyamatok és az egész rendszer abba az irányba megy, hogy egyre egyszerűbb, egyre könnyebb legyen a támogatások lehívása, illetve maga a döntéshozatali rendszer is gyorsabb, átláthatóbb és kiszámíthatóbb legyen, mint volt eddig. Ebben a hónapban is kinyitjuk nézőink előtt a zöldövezet képtárát, ahol ezúttal Czakó Balázs eddig még nem látott felvételeit tekinthetik meg.
Kertészeti tanácsok című rovatunk következik, ahol Lajos gazda közkívánatra most kizárólag a szőlészkedőknek nyújt néhány hasznos útmutatót. Mégpedig a metszéssel kapcsolatban, amellyel utoljára több mint 10 éve foglalkoztunk. Március hónap a kertészkedők számára a gyümölcsfák szőlő metszését is jelenti. A következőkben a legáltalánosabb művelési mód szerinti, tehát a kordonos szőlőnek a metszésével fogunk foglalkozni. Kezdjük mindjárt az őszi telepítéssel, pótlással, hiszen ezekből lesz majd a kordonkar, illetve a tőkének a kialakítása. Ha olyan oltványt vettünk, ami nem volt leviaszolva a vége, az oltás helye, hanem a szála megmaradt, akkor mindenképpen a föl kell pupolni és csirkézni. A rüsfakadáshoz közeli időszakban a viaszozott és a szálával meghagyott oltványokat is szabaddá kell tenni fokozatosan, és gyakorlatilag ezekből lehet kialakítani majd a tőkét. Tehát ebben az esetben, amikor nem volt leviaszolva, akkor gyakorlatilag 2 rügyre vágjuk vissza a vesszőt. Ebből a 2 rügyből neveljük fel majd a tőkét. Következő évben fejlődik ki a tőke, a magasságát, illetve a méretét úgy alakítjuk ki, hogy a tartóhúzal magasságába vagy szintjében vágjuk el a vesszőt. Az éves vesszőből akkor célszerű kialakítani tőkét, hogyha legalább ceruza vastagságba a felső részén is kifejlődött. Az előző évben itt is lehet látni, ez a 2 éves tőke, és ebből a felső 2 rügyből fejlődött ki a 2 vessző. Na most abban az esetben, hogyha nem megfelelő erősségű mindkettő, akkor csak 1 kart hagyunk meg termőkarnak. Itt van egy másik tőke, amelyiknél 2 erőteljes vessző fejlődött ki, ennél mérsékelt terhelés mellett 2 irányba húzom majd el a termőkart, és úgy fogom rögzíteni. Nem érdemes túlterhelni, mert akkor a tőke fejlődés, az élettartama megrövidül. 4-5 rügyes karnál hosszabbat nem szoktam hagyni a hosszabb élettartam biztosítása érdekében. Itt lehet látni, ezt hagytuk meg termőkarnak, ezt most eltávolítjuk. Ezek után következik a megmaradt vesszőkből a termőkarnak a kiválasztása. Természetesen mindig a legerőteljesebb vesszőt hagyjuk meg termőkarnak. Megkeressük azt, amelyik a következő évben majd ilyen 2 rügyes lesz, amiből szintén kiválasztjuk majd az új termőkart. Az pedig ez lesz, és itt egy 2 rügyes, rövid csapra metszük vissza a tőkét. Már van lehetőség arra, hogy nem vegyszeres, hanem biológiai készítményekkel biztosítsuk azt, hogy a szőlő oltványok ne fertőződjenek meg. Ha lebontottuk a szőlő csirkét vagy kupacot, akkor az ültető gödörnek a teljes felületét célszerű beöntözni biológiai készítménnyel, ami tulajdonképpen hiperparazita, és elpusztítja azokat a kórokozókat, fehérpályhás gyökérpenész, szegesfejű gyökérgomba, és így tovább, amelyek a szőlő oltványoknak a fejlődését gátolják, illetve elpusztulását okoznak. Ilyen biológiai készítmények az üzletek többségében már kaphatók, szabadforgalmak, tehát bárki által hozzáférhetők. Ezeket a készítményeket még a palánta nevelésnél is lehet használni talajfertőtlenítésre, tehát nem vegyszereket használunk, hanem biológiai készítményeket, biológiai szervezeteket használunk fel másik biológiai káros szervezeteknek elpusztítására. Köszöntöm a kedves nézőket a Lér Zala Kft. Mezőgazdasági és munkaruházati szaküzletéből, az Zrínyi út 83 szám alól. Lassan bízunk a tavasz közelettében, ezért a lemosó permetezés nagyon aktuális, ezekhez nagyon jó minőségű készítményeket tudunk ajánlani, ilyen a Vegezol RS, ami egy komplex készítmény, a részkén, illetve az agrokén.
A lemosó permetezéshez kiváló minőségű permetezőket tudunk ajánlani az Epoca családból. 5, 7, 10, 12, 16, illetve 20 literes változatból. Ezen kívül forgalmazzuk a magyar háti permetezőket is, illetve még a szóló permetezőit. A tavaszi vetéshez óriási vetőmagkínálatunk van, színes tasakos vetőmagokból, illetve gazdasági vetőmagokból is. Ezen kívül megérkeztek az 50 szemes vetőburgonyáink, ebben van korai, illetve tárolási piros, illetve sárga fajták. Vetőburgonyából a hagyományos zsákos vetőmagot is árusítjuk már, ez Agria, Red Scarlet és Desiré fajtákból áll össze, 10, illetve 30 kilós kiszerelésben. A vetőmagok mellett a talaj előkészítéshez is nagyon jó minőségű kapálógépeket tudunk ajánlani, ilyenek az olajomak, kerti kisgépek, a megkulló kisgépek, illetve az Alko kis kapálógépei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat a Lierzala Kft. Mezőgazdasági és munkaruházati szaküzletében, az Zrínyi út 83 szám alatt, reggel 8-tól délután 5-ig. Babaágyak, járókák, pelenkázók, babakocsik, autósülések, utazóágyak, babamérleg, légzésfigyelő, szívhanghallgató. Minden, amire a babának és a mamának szüksége van. Hófehérke Babaszalon Zalaegerszeg, Kossuth utca 7. A nemzedékek készfogása és az ifjúházasok utalványa beváltható. Hófehérke Babaszalon Zalaegerszeg, Kossuth utca 7. Szeretettel köszöntök mindenkit a piac terül a Misi Horgászboltból. A mai nap a hidegvízi etető anyagokról szeretnék pár szót említeni. Általánosságban mondanám, vannak különböző etetőanyagaink. Finom szemcsézetű, egy kicsit dugás szemcsézetű, vannak mikropelletek, és ahhoz vannak különböző hidegvízi locsolók, aminek nagy része melasztartalmú, segítik az etetőanyag a fenéken maradását és a süllyedését. Van, amiben van némi alkohol, főleg ezekben a Lustem locsolókba, aztán az etetőanyagokról még annyit van, amelyiknek sokkal nagyobb a halliszt és protein tartalma, ilyenkor az jobban vonza a halakat. Decembertől egészen tavaszig még hidegek a vizek, ilyen 6-8 fokra föl nem melegednek, addig ezzel a módszerrel horgászom. Nagyon egyszerű, de hatékony. Vannak ezek a mikropelletek, különböző oldódási idővel. Ezeket kiöntjük egy tálba, előző nap a horgászat este. Fogunk egy ilyen locsolót, és öntünk rá annyit, hogy teljesen ellepje. Ez a pellet, ezzel az adalékkal, ez meg fog dagadni, és ezek a pelletek megszívják magukat. Utána etetőanyaggal összekeverve így fognak kinézni. És látszanak a pellet darabok, a kisebbek, a nagyobbak, hogy ezek így megduzzadnak, és ezek könnyen bontanak az etetésen. És igazán jó homogén szerkezetű anyagot tudunk belőle kreálni. Nagyon sokan használnak édes mixeket télen és hideg vízbe. Én rácáfoltam arra egy tintahalas, sötét hidegvízi és fokhagymás mandulás etetőanyaggal, több halat fogtam, mint az édessel. Javaslom mindenkinek, tegyen próbát vele. Javaslom a hidegvízi pecához a pikkel és a fédergotokat használni, és a lácspiccet, ami észrevehető, sokkal előbb a kapás. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szeretettel várom önöket a Misi Horgászboltba a piac téren, és sok sikert mindenkinek a tóparton. Horgászon ön is, tagként vagy vendégként a Hullámhorgász Egyesület Zalaszentgyörgyi taván. Keszegek, kárászok, pontyok és kapitális harcsák. Rendszeres telepítés. Az országos horgászrend szerint kifogott halakat ingyen elviheti. Festői szépségű táj, a Nyugalom szigete. Zalaszentgyörgy, Horgásztó, Hullámhorgász Egyesület. Minőségi karosszériajavítás Káváson, a roncsműveknél. Szélvédőcsere 24 órán belül. Biztosítási ügyintézés helyben. Kaszkós javítás esetén az önrésznél kedvezmény. A roncsműveknél javított járművek 20 kilométeren belüli szállítása jelentős árengedménnyel. Autómentés éjjel-nappal, bel- és külföldről egyaránt. Roncsművek Kávás. Kossuth utca 54. Telefon 30 979 21 61. Kedves nézőink, a Zöldövezet márciusi kiadását látták. Műsorunkat bármikor visszanézhetik televíziónk internetes oldalán, azektv.hu-n. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a következő hónapban is. Viszontlátásra!
Az öldövezet partnerei: Baki Agrocentrum, Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, Léer Zala Kft., Misi Horgászbolt, Tógazdahalbolt, Zala megyei Vadászkamara.